Ja, gyönyörű kutyák. Drága mennyi a lakott. Igen. Dínyertes olasz vizslákat köszönhetünk, és persze a tenyésztőjüket, Dickó Anikot, és ő Veszpa? Ő pedig Karma. Hát teljesen rákattant a Gergőre, pedig én is imádom a kutyákat, és nekem is van otthon, kezdek megsértődni komolyan. Érzik, hogy ki a jó ember, ugye? Andi is jó ember. Ja, mert hogy ő lány. Persze, értem. Hát ő egy vizsla. Igen, olasz. Olasz vizsla. Olasz vizsla. Mi a különlegesség az olasz vizslának? Miért pont olasz? Szép. Hát nevéből is adódóan Olaszországban tenyésztették ki. Végülis minden országnak megvan a saját vizslája egyébként. Én pedig amúgy naivan azt gondoltam, hogy a vizsla az egy ilyen magyar fajta. Értelemszerűen ugye a magyar vizsla. Odaadom, Andi, tessék, hiányoltat, hogy... Na, hello, hova még? Tehát az olasz vizsla akkor mitől más? Mi az ő különlegessége, amitől mondjuk egyértelműen beazonosítható? Hát elsősorban a kinézete. Tehát a többi vizsla sokkal szálkásabb testalkatú, nem baj. Nyugodtan. Sokkal szálkásabb testalkatú. Ők a vizsláknak a molosszusai, ilyen vörös, ráncos, erős testalkatú kutyák. Iszonyat szófogadóak a többi vizslához képest, ami most nem pedig jön általában ez, de amúgy ez általában a vizslákról elmondható, nem? De akkor az olasz vizsla az még a mondjuk a magyar vizslán is túltesz ilyen téren? Igen. Hát hagyd mondjam el egy mondatban, hogy két órát utaztunk, két napja szakad az eső, tehát nincsenek így lemozgató, amit arra szükségük lenne. De egyébként ez most nem jön át, de egy iszonyat higgott és nyugodt kutyafajta, tehát ezzel most én is... De hát ennyi lámpa és ennyi ember, ennyi izgalom, ami felkelti most az érdeklődését. Nagyon kulturáltan tudnak viselkedni, úgyhogy... És igazi családi kutya, ugye? Kutyásoknak is ajánlom, abszolút jó szívvel. Hát mondtam neki, hogy ül, de nem akarja. Hát mert nem ismert téged. Ja, értem, csak a gazdi. És... Tehát, hogy nem nagyon lehet elrontani se, nem kell agresszívan nevelni, tehát úgymond az ilyen gyenge, puha kezű, jó lelkű embereknek is abszolút ajánlható. Mondjuk egy, vegyünk csak egy Yorkshire Terriert, ami egy ilyen, amúgy egy gyakorlatos, tudatos kutya. Egy kezdő kutyást, azt teljesen ki tud készíteni, egy életre elveszi a kutyatartástól a kedvét. Ezek nem. Ugye akkor említetted, hogy egy nagyon-nagyon könnyen kezelhető családbarát kutya, tehát gondolom akkor kisgyerek mellé is könnyen és bátran ajánlható, de milyen pozitív tulajdonságai vannak még? A vizsla fajtájából adódóan mondjuk nagyon jó vadászkutya, nagyon jól alkalmazható. Abszolút, mondjuk ezen persze. A területen is. Bár egyre kevesebben veszik vadászok egyébként. De nagyon humánus biztos, oda megy és így megsajnálja a vadkacsát. Főleg most vegyük a magyar vadászokat, csak így egy mondatban. A németes kiképzési módszerhez vannak szokva, tehát a vadászok amúgy lánykutyának hívják, hogy ez nőknek való. Mert olyan első szóra megcsinál mindent, csóválja a farkát, viszont pont emiatt, ha valaki mondjuk került a német vizslához volt szokva, és nagyon keményen próbálja a maga igazát, tehát kicsit túlzásba is vívja ezt a dolgot a tudtára hozni, ők megsértődnek, lelki betegek lesznek, nagyon össze tudnak törni szó szerint lelkileg. De nagyon tudom, finom kutyák. Kismama is? Vagy ő nem, kismamát nem. Vagy csak még nem tudsz róla. Nem, egy éves, ő még kiskorú. Hát mi egy évesen már akár lehet. Mert ugye a kutyatartásnál az első pár hónap a legneccesebb, amikor mindent szétszednek a kutyák. Ő milyen kis kutya? Nekem Golden Retrieverem van, és abszolút jól viselkedett, de állítólag van olyan, ahol mindent széttépnek a kutyák. Hát én nem mondhatom azt, hogy az olasz vizsla az nem fog széttépni semmit. Ez teljesen a gazdától függ, a gazda felelőssége. Le kell mozgatni, az idegrendszerüket kell lefárasztani. Hát szerintem a gyereknevelés amúgy ugyanezt, tehát ott is, ha a gyerek le van fárasztva, akkor jól látszik meg csendben. De akkor ebből kiindul, akkor ez semmiképpen sem benti kutyák, tehát mindenképpen azért egy kültéren kell. Nem, azt sem mondanám. Miatt. Tehát ha mondjuk laksz egy bérházban, mondjuk ilyen szingliknek csak is tök napi tízszer vigyük sétálni. Nem tízszer, tehát az a naponta kétszer az egy óra aktív mozgás. Tehát ha például valaki szeret futni, vagy erdő mellett megteheti, hogy mozogjon, akkor az nekik teljesen elég. Más kutyákkal, más állatokkal hogy jönnek ki? Nagyon-nagyon jó. Tehát nekem volt mellettük Jákó papagájom, macska is van jó, otthon. Jó, mondjuk a ketrecben volt, gondolom. Nem, ő abszolút. Nem. Ő szóval, úgy rendezte őket, nem, ő volt a főnök. Tényleg? Igen. Úgyhogy abszolút nagyon jól kijönnek más kutyákkal. Emberekkel is. Házat nem őriz, az biztos. Jelez, de túlságosan barátságosak. Ugye nagyon régi tenyésztés, tehát már a római korban is sokan használták. Igen, már a római freskó. Hát minden vizsgának az őse. Egy ilyen hosszú, hát ugye 2000 éves tenyésztési időszak az javít vagy ront?
a tenyész állományon. Tehát hát mindig az ront, ha egy... Ezt megkérdezhetnénk az emberi esetében igen, is persze. Hát mindig az a probléma, hogyha egy fajtát felkapnak és hirtelen nagyon népszerű lesz, mert akkor már nem a fajta szerelmesei kezdik el tenyészteni, hanem akik üzletet látnak benne. És az mindig a hátrányára van sajnos egy fajtának. Talán még az olasz vizsla nem tart itt. Egyébként melyek? Ugye ezek a klasszikus színek, hogyha jól tudom. Vagy ezek a barnák, és van narancsszínű. Igen, narancs, fehér narancs. Tehát az, amit mondjuk a magyar vizslánál látunk, nagyjából az a... Nem, ő barna. Az is barna. Igazi klasszikus narancs színt képzelje fehérrel, és akkor ugyanilyen változatban. Tehát egyszerű narancs nincs, hanem ilyen fehérrel keverve van. Imádnak enni? Ja. Igen, konkrétan. Sokat tesznek? Nem. Mire kérik a gazdától a vajas kiflét? Hát mint minden kutya, tehát ez nem fajta jelleg, azért ezt tudjuk. Pászta. De ez a napi este egyszer, és akkor meghatjuk. Ez mindig a koruktól függ, tehát ők még konkrétan kétszer esznek, mert fiatal kutyák. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, még gyorsan ugye azt, hogy ugye mondtad, hogy nagyon-nagyon csoppással. No, nem semmi. Tehát, hogy könnyen taníthatók akkor ezek a kutyák, ugye? Abszolút, tehát, hogy viszonylag igen, könnyen, igen. És ez fiatal korban már azért el kell kezdeni ezt. Most az látszik, hogy nem lett lemozgatva és nem bír magával. Hát rengeteg. Na hát nagyon köszönjük akkor, igen. Szépen. Veszpa és akkor Karmának is köszönjük, és természetesen Anikónak is. Köszönöm. Hogy itt voltatok, gyönyörűek.